Tisztelettel köszöntöm polgármester úr, Sziget Miklóson a szociális támogatási rendelet reformjára került sor. Ez mit jelent, mi az, ami változott? Az elmúlt években tapasztaltuk nem csak azoktól a lakóktól, akik szociális támogatást igényeltek az önkormányzatunktól, hanem tapasztaltuk azt is, hogy az árak megnövekedtek. Ugye csak be kell menni a boltba, egy kilogram kenyérnek az ára mennyivel emelkedett az elmúlt időszakokban. Hivatkozva ugye a háborúra a, a rezsiköltség is sokkal nagyobb lett minden egyes háztartásban. Ezáltal a tavalyi évben mi úgy döntöttünk Ladányi Sándor önkormányzati képviselő társammal, aki egyébként a többek között a gazdasági bizottságnak is az elnöke, hogy mindenféleképp szeretnénk, ha az idei évtől a szociális támogatási rendszert úgymond megreformálnánk. A tavalyi év vége felé már összeültünk, és az eddigi tapasztalatok alapján és a városlakók elmondásai alapján igyekeztünk egy olyan támogatási rendszert összeállítani, ami sokkal jobban javítja azt a helyzetet, ami az elmúlt években volt tapasztalható. Fontos kihangsúlyozni azt, hogy Sziget Szent Miklóson a szociális támogatási rendszer, azért nem átlagon aluli volt, de mi mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal nagyobb támogatást tudnánk biztosítani a lakók számára. Míg a tavalyi évben összesen 70 millió forintot költött a városunk a szociális támogatások különböző soraira. Addig az idei éves költségvetésnél mi ennek a dupláját terveztük be. Tehát 140 millió forint keretösszeget vezettünk be a szociális támogatási sorba. Ebben tűzifa, egyéni szociális támogatás, egyszeri juttatás, általános juttatás, támogatás és egyéb szociális juttatásokról van szó. Megnéztük, hogy melyek azok, amelyeket legtöbben igénybe veszik, melyek azok, amelyeket kevésbé vesznek igénybe, hiszen például az albérlet támogatást azoknak a dolgozóknak tudunk biztosítani, akik a rendvédelmi szerveknél dolgoznak, Szigetszen Miklóson, oktatási intézményben dolgoznak, Szigetszen Miklóson, vagy adott esetben olyan önkormányzati intézményekben, cégeknél dolgoznak, akik nem jutnak mondjuk önkormányzati ingatlanhoz, de a munkájuk miatt szükséges helyben, vagy pedig a térségünkben lakniuk, és csak albéletben tudnak lakni, nekik a, a támogatásukat emeltük, illetve az egyfőre eső jövedelmet emeltük meg jobban. Ezáltal egy stabilabb támogatást tudunk biztosítani és természetesen az év során, hiszen előre csak kalkulálni tudunk, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a kiadásainkat, évközben ezen tudunk módosítani, de jó híra az, hogy sziget szemiklós történelmében egy nagyon nagy mértékű szociális támogatási rendszer, költség növekedés történt meg. Mi a helyzet az egyszeri támogatásokkal? Gondolok itt például arra, hogyha mondjuk egy, egy szülőnek problémája akad, elveszíti a munkahelyét, otthon van esetleg egy, kettő, három gyerek, illetve sajnálatos módon vannak váratlan halálozási események is, ekkor is kerülhet egy család olyan nehézségek közé, hogy nem tudja a problémákat megoldani. Az előbb említett esetekben természetesen van lehetőség rendkívüli települési támogatást igényelnie a lakóknak, és azt azért hagyd mondjam el önöknek, hogy a tavalyi évben, mikor a, a rezsi költség megnövekedett a háztartásoknál is, akkor külön keretet biztosítottunk rezsi támogatásra is, mint például egyéb rendkívüli támogatási lehetőség. Ezt ugye bevontuk a mostani reformunkba, és továbbiakban is van lehetőség rendkívüli települési támogatást igényelni, legyen az akár haláleset, vagy temetés, vagy legyen az olyan probléma, amit például ön is felsorolt. Ezeket a támogatásokat milyen módon tudják igényelni a lakosok? Azok a lakók, akik rendelkeznek internettel, ők a város honlapján megtalálják azokat a dokumentációkat, amelyeknek a kitöltése szükséges az igénylésekhez. Akiknek nincs internetük, vagy el tudnak menni a Losonci utcai épülethez, ott van a szociális osztály, a hivatal munkatársai segítenek azoknak a lakóknak, akik igényelnének ilyen támogatást. Fontos, hogy ügyfélfogadási időbe menjenek el a lakók. Nagyon sok településen problémába ütközik az, hogy újabb fejlesztések legyenek az idei évben. Szigetszent Miklóson azért el lehet mondani, hogy folyamatosan idén is nagyon sok újdonsággal és fejlesztéssel bővülhetnek. A februári testületi ülésen a képviselő testület megszavazta az éves költségvetési tervet, amelyben külön soron is szerepeltek beruházások és fejlesztések, illetve nagy csomagban is szerepeltek ilyen fejlesztések. Az idei évben rengeteg fejlesztésről adhatunk majd tájékoztatást önöknek.